Isten igéjét ezen a mai délelőttön az apostolok cselekedetei 21. fejezetéből olvassuk, folytatva a Küldetésünk van című sorozatunkat, mert küldetésünk van a környezetünk felé, és mi pedig szeretnénk beállni ebbe a küldetésbe, és megtenni mindazt, amit Isten ránk bíz. Így olvassuk Isten szavát az apostolok cselekedetei 21. fejezetének a 27. versétől. Amikor végéhez közeledett a 7 nap, az Ázsiából való zsidók meglátták őt a templomban. Fellázították az egész sokaságot, megragadták és így kiáltoztak. Izraelita férfiak, segítsetek! Ez az az ember, aki a nép, a törvény és a szent hely ellen tanít mindenütt mindenkit, sőt, még görögöket is hozott be a templomba, és megszentségtelenítette ezt a szent helyet. Néhányan ugyanis látták vele a városban azelőtt az efezusi Trofimoszt, és azt hitték, hogy Pál bevitte a templomba. Felbojdult tehát az egész város, a nép összecsődült, Pált megragadták, kivonszolták a templomból, és a kapukat azonnal bezárták. Mikor pedig meg akarták ölni, jelentés érkezett a helyőrség ezredeséhez, hogy egész Jeruzsálem lázong. Ez azonnal katonákat és századosokat vett maga mellé, és lerohant hozzájuk. Amikor azok meglátták az ezredest és a katonákat, abba hagyták Pál ütlegelését. Amint az ezredes odaért, elfogadta őt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe, majd kérdezősködött, hogy ki ez, és mit követett el. De a tömegből ki ezt, ki azt kiáltotta. Mivel a zajongás miatt nem tudhatott meg semmi bizonyosat, megparancsolta, hogy vigyék a várba. Amikor pedig a lépcsőhöz ért, valósággal vinniük kellett Pált a katonáknak a tömeg erőszakossága miatt, mert az egész tömeg követte és kiáltozott, végeztest ki! Amikor már éppen be akarták vinni Pált a várba, így szólt az ezredeshez. Szabad valamit mondanom neked? Az megkérdezte. Te tudsz görögül? Hát nem te vagy az az egyiptomi, aki néhány nappal ezelőtt fellázította és a pusztába vezette a szikáriusok 4000 emberét? Pál így felelt. Én Tarzuszból való zsidó vagyok, Kilikia nevezetes városának polgára. Arra kérlek, engedd meg, hogy szóljak a néphez. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk a te kijelentett szavadért, és mi pedig szeretnénk jó talaj lenni, amelybe a te igéd belehullhat. És ahogy ma hallottuk már korábban, nem tér hozzád vissza üresen, hanem megcselekszi a célját, amiért kiküldted. Kérünk, hogy ezt tedd meg közöttünk ma is. Amen. Foglaljunk helyet. Múlt vasárnap hallhattunk arról, hogy Pál apostol a Szentlélek indítására, bár folyamatosan arról beszél számára a lélek, hogy Jeruzsálemben fogság és nyomorúság vár rá, mindennek ellenére Pál apostol nyitott szívvel és Istenben való teljes bizalommal elmegy Jeruzsálembe, mert kész vállalni mindazt, ami ott történni fog vele. Ennek ellenére az érkezése vegyes érzelmeket vált ki a gyülekezetben is, a gyülekezet vezetőjében, és ő magán belül is. Mert hogy egyrésztről örülnek annak a növekedésnek, amit az ázsiai és görögországi misszió mutat, hogy sokan megismerik Jézus nevét a kis-ázsiai régióban, ezzel párhuzamosan viszont egy nagyon furcsa, kellemetlen helyzetbe nyomják őt bele, amikor arra kényszerítik, hogy bizonyítsa, hogy ő zsidó. De Pál apostol túlnéz mindezeken, mert túllát mindezeken, és azt mondja, hogy nekem sokkal fontosabb, hogy Isten üzenete eljusson mindenkihez, mint hogy beleütközzek olyan szokásokba, amelyeket nekem betartani nem nehéz, ha másoknak ez megnyugvást okoz, megteszem.
Itt hagytuk abba tegnap a történetet, és a felolvasott ige első mondatában szereplő bizonyos hét nap, ez annak a tisztulási időnek a hét napja, amelyben Pál apostol vállalja azt, hogy a zsidó rituális szokásoknak megfelelően azért, mert pogány területen járt és pogányokkal érintkezett, hét napon keresztül egy megtisztulási folyamaton kell végigmennie, hogy így áldozat bemutatásra bemehessen a templomba. Máskülönben ő maga, mint zsidó, sem léphetett be a legszentebb helyre a templomban. Mert olyan helyen járt, ahol a pogányoktól beszennyeződhetett, zsidó rituális szempontból. Tehát ennek a tisztulási időnek az utolsó napjai telnek. És ezekben a napokban hihetetlen gyorsasággal és szokatlanul nagy és hirtelen erőszakossággal veszik körbe Pált, és egy csapásra minden felborul körülötte. Na te hogyan reagálnál egy ilyen helyzetben? Zajlik az életed, megvan a napi rutinod, teszed a feladataidat, és egyik pillanatról a másikra minden megváltozik körülötted. Olyan elementáris erejű hatással ér el hozzád mindaz, ami körülvesz, hogy azt a bőrödön érzed. Mert Pál nagyon is a bőrén érezte annak a hatásnak az ellenhatását, amit az ő személye Jeruzsálemben döbbenetes gyorsasággal kiváltott. A mai napon arról szeretnék beszélni, hogyha Krisztus követője vagy, akkor szükségszerűen hatással vagy a környezetedre. Ez viszont szükségszerűen egy ellenhatást fog kiváltani. Hogyan reagálj ezekre a hatásokra? Mit kezdj az ellened irányuló kísérletekkel? És mit tud tenni Krisztus követője, hogyha azt látja, hogy egyik pillanatról a másikra minden megváltozik körülötte? Három pontban szeretném ezt összegezni számotokra a mai délelőttön. Tehát arra a kérdésre keressük a választ, hogy mitől volt ennyire hirtelen, gyors és elementáris erejű az az ellenállás, amivel Pált a jeruzsálemi zsidóság hirtelen körbevette. Miért volt Pál jelenléte ilyen hatással? Hát azt olvastuk, hogy kis-ázsiai, efezusi zsidók vannak ugyanebben az időpontban a templomban. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, hogy azon a területen hányszor olvastuk azt a megelőző vasárnapokon, hogy Pál apostolt kiűzik, és el kell mennie egyik városból a másikba. Rémlik ez? Úgy mondjatok számokat, hányszor kellett ilyet átélnie? Egyszer? Nem. Kétszer? Ki az, aki tartja, vagy még emeljük a tétet? Emeljük. Három ilyen eset volt. Háromszor kell ugyanazt a helyzetet átélnie, hogy hirdeti az evangéliumot, és ennek hatására vagy nagyon záros határidőn belül, azonnal még abban az órában, vagy néhány nappal később kiűzik a városból. Pál apostol, amikor hirdeti az evangéliumot, olyan hatást gyakorol a környezetére, hogy az valami óriási ellenhatást vált ki. Miért? Ki ez az ember? Mit tud ez az ember? Különbözik-e ez az ember tőlünk? Nézzétek ezt a képet. Bele tudsz-e dobni egy követ egy nyugodt vízű tóba úgy, hogy az ne okozzon valamilyen hatást? Nem, igaz? Ha egy nyugodt, tükörsima vízű tóba követ dobsz, az mindenképpen hatást fog kiváltani. Azért tetszik nekem nagyon ez a kép, és azért választottam a mai igehirdetés hátteréjül, és nem csak fizikálisan, hanem lelki értelemben is, hogy ezt lássuk magunk előtt, miközben hallgatjuk az igét.
Mert amire Isten elhív bennünket, az pontosan az, hogy ezt a hatást váltsuk ki. Mi történik itt? Ez a vízcsepp, ez melyik irányba tart? Felfele, így van. Ez a vízcsepp, ez felfelé tart. Mert mi történik? Nem arról van szó, hogy ez a csepp most esik bele a tóba, a vízbe, hanem arról van szó, hogy valami beleesett ebbe a vízbe, az hatást gyakorolt rá, olyannyira hatást gyakorolt, hogy kiszakított belőle egy vízcseppet, és ezt a pillanatot kapta el a fotós. Ez a mi elhívásunk. Ez lebegjen a szemetek előtt, amikor Pál apostol hirdeti az evangéliumot, és amikor Krisztus bármelyik követője, bárhol, ahol jár, hirdeti az evangéliumot, az ilyen hatással fog járni. Az eladdig nyugodt környezet megváltozik, beleremeg, kisebb vagy nagyobb hullámokat vet. És hogyha jól végezzük a szolgálatunkat, akkor Krisztus evangéliuma pontosan ilyen hatással lesz a környezetünkre. Abból az állóvízből, amiben élik az emberek az életüket, ki kell szakítanunk őket. Az a feladat, hogy olyan hatást gyakoroljunk, hogy az elég nagy hatást váltson ki ahhoz, hogy az emberek ki akarjanak szakadni abból, amiben vannak. Ehhez pedig határozottan, egyenesen, mindent odaadó szeretettel kell jelen lennünk a környezetünkben. Az első pont tehát, amit szeretnék kihangosítani. Pál apostol azért vált ki ilyen óriási hatást, mert nem tesz mást, mint beáll a mesterének a nyomdokaiba, és megy szorosan Jézus után. És pontosan ugyanazt teszi, mint a mester, és aki odaadó szeretettel és hűséggel követi a mesterét, az egy idő után olyanná fog válni, mint a mester, és ugyanolyan hatást fog gyakorolni a környezetére, mint a mester. Amikor Jézus hirdeti az evangéliumot, akkor akadnak ellenlábasai? Hajjaj! Nem is kis ellenállást vált ki. Akkora ellenállást vált ki, hogy ezt a feszültséget 3 évig lehet húzni, és tovább nem. 3 évnél tovább az a feszültség, ami megjelenik az addig nyugodt közeg, és azok között, akiket Jézus ki akar szakítani, ez a feszültség 3 évnél tovább nem húzható. Mit mondott Jézus? A te urad. Azt mondta, hogy azért jöttem, hogy világossága legyek ennek a világnak. Hogy a sötétségből hívjam az embereket a világosságra. Ezt tette Jézus. Jézus, mint egy atombomba zuhant bele az egyébként normálisan működő, az emberi fogalmak szerint, a bűnben szépen nyugodtan működő emberi világba. De hogyha Jézus nem robban be ebbe a világba, akkor az emberiség szépen, nyugodtan, csendben meghal. Eljut a végéig. Szépen megy a pokolba. Egyik generáció a másik után. Minden rendben van, a felszínen nyugodt a víztükör, minden úgy van, mint évezredek óta, csak szépen egyik generáció a másik után megy a pokolba. Jézus viszont lejön közénk, és olyan erőteljes hatást vált ki, hogy azt érzik az emberek, hogy én ki akarok szakadni abból, amiben vagyok. De hát ezzel, hogy némelyeket kiszakít a halál állapotából, ezzel olyan hullámokat vet, hogy azok egy idő után visszacsapnak és elérnek hozzá. Ha Jézus követője vagy, akkor hatást fogsz gyakorolni a környezetedre. És ez a hatás egy idő után vissza is fog érni hozzád. Nem feltétlenül úgy, mint Jézusnál. Nem feltétlenül úgy, mint Pál apostolnál. De abban biztos lehetsz,
hogy még hogyha az életedet nem is követelik, lesznek olyan helyzetek, amikor az ellenhatás nagyobb erővel fog elérni hozzád, mint ahogyan ezt te gondolod. Láttunk már hasonló helyzetet korábban az apostolok cselekedeteit tanulmányozva is. Nézzük a 6. rész 11. vers körüli részt. Ekkor felbújtottak némelyeket, akik ezt mondták. Hallottuk, amikor István káromolta Mózest és az Istent. Hamis tanúkat is állítottak, akik ezt mondták. Ez az ember állandóan e szent hely és a törvény ellen beszél. Hallottuk is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Látjátok, hogyha nézitek a megvastagított részt. Hát úgy tűnik, hogy amikor valaki elkezdi komolyan venni Jézust, akkor az elkezd olyanná formálódni, mint Jézus, és elkezd olyan hatást gyakorolni a környezetére, mint Jézus. István, aki néhány napja szolgál az Úrnak felavatott diakónusként, egyszer csak ott találja magát a zsidó nagytanáccsal szemben, és ugyanazok a vádak záporoznak rá, mint az ő mesterére. És aztán Pál, aki elkezd olyanná válni, mint Jézus, egyszer csak ott találja magát a felbőszült jeruzsálemi zsidóság és a nagy tanács előtt, és ugyanazok a vádak záporoznak rá, mint a mesterére. Az a kérdés, hogy amikor erről beszélek, akkor az megijeszt téged, vagy inspirál téged? Mi a célod ebben az életben? Ezt nagyon gyorsan és nagyon radikálisan el kell dönteni. Ha keresztény vagy, Krisztus követője, akkor olyanná akarsz válni, mint Jézus. Mindenestől. Ha Krisztus követője vagy, akkor olyanná fogsz válni, mint Jézus, mert olyanná akarsz válni, mint ő. Azt hiszem, hogy ez az, ami hosszú távon meg fogja különböztetni a mi kultúránknak a kereszténységét. A küszöbén vagyunk egy átalakulási folyamatnak, egy rostának, amikor Isten megrostálja a saját népét. És te pedig eldöntheted, hogy azok közé a keresztények közé tartozol, akik magukra aggatják, hogy én keresztény vagyok, és közben, hát minimum fél lábbal, de van úgy, hogy teljesen a világban vannak, csak néha átugranak egy kicsit Jézus oldalára, vagy pedig azok közé tartozol, akik azt mondják, hogy kereszténynek lenni, Krisztus követőjének lenni, az azt jelenti, hogy én olyanná akarok válni, mint Jézus. De akkor mindenestől. Mert akkor olyan hatást fogsz gyakorolni a környezetedre, mint ő. Nézzétek, hogy mivel vádolták Jézust. Máté 26. A főpapok pedig és az egész nagy tanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. Mivel vádolják Istvánt? Mivel vádolják Pált? Azzal, hogy azt a romboló munkát, amit Jézus indított, azt ők folytatják. Nem tiszteli Jézus a templomot, le akarja rombolni. Persze nem hallották meg, hogy ez valójában mire vonatkozik. Hogy Jézus itt arról beszél, hogy amikor az Isten földre jön, és lehet vele találkozni, és meg lehet ölelni, és lehet vele beszélgetni, akkor a templomnak, mint olyannak, mint Isten lakhelyének természetszerűleg vége van. Egy új korszak jön, amikor az Isten temploma itt van. Amikor itt tudsz vele találkozni, és nem kell Jeruzsálembe zarándokolni. Mi volt Jézus üzenete ezzel?
Romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. Az volt Jézus üzenete, hogy olyan közel jött Isten, és annyira elérhető, mint még soha. És szeretném a veletek való kapcsolatomat egy magasabb szintre emelni. Mit értettek meg ebből a felületes hallgatók? Azt értették meg, hogy Jézus meg akarja változtatni a szokásainkat. Amikor az emberek azzal szembesülnek, hogy valaki meg akarja változtatni a szokásaikat, akkor a leggyakoribb esetben agresszívvá válnak. Gondolj csak a saját szokásaidra. Mi van, amikor abból kizökkentenek? Hogy reagálsz? Amikor nem megy minden rutinszerűen, amikor nem úgy működnek a napjaid, mint ahogy az szokott, amikor nem ülhetsz oda, ahova szoktál, amikor nem eheted azt, amit szoktál, amikor a gyerekeid miatt nem tudod azt csinálni, amit szoktál, vagy amit szeretnél. Kiből milyen reakciókat vált ez ki? A leggyakoribb esetben agressziót. Az emberek szokásokkal bástyázzák körbe magukat, hogyha nincsen Istenük, aki stabillá és szilárdá tenné az életüket. Na most, hogyha te, mint Krisztus követője, azzal az igénnyel lépsz fel, hogy szeretne Isten belépni az életedbe, de ez változásokat fog eredményezni, mert nem fogsz ugyanolyan maradni, mint amilyen voltál. Akkor egészen addig még nem érzi az illető, hogy mindenestől szüksége van Jézusra. Addig annyit fog érzékelni belőle, mint az a nagy tanács, aki elítélte Istvánt, meg az a jeruzsálemi tömeg, aki meg akarta lincselni Pált. Akkor ezt mondom még egyszer, hogy a technika ne zavarjon meg a figyelemben. Amikor azt képviseled az emberek életében, hogy Jézus szeretne belépni az életedbe, és ez változásokat fog eredményezni, akkor pontosan ugyanazokat az érzelmeket váltott ki az emberekből, mint amit átéltek az Istvánt elítélők, és amit átéltek a Pálapostolt elítélők. Hogyha most itt megváltoztatja Jézus a szokásainkat, az életünk berendezkedését, akkor ott minden más lesz, és én ezt nem akarom. Akkor meg kell változtatni a szokásaimat, és nem tehetek olyan dolgokat, amiket eddig tettem. Olyan dolgokat kell tennem, amelyeket eddig nem tettem. Most gondoljatok bele. Az előbb a házi csoportrendszerről beszélgetünk. Azt mondjuk, hogy a hetednek egy estéjét adod a Istennek. Legyél együtt Isten népével, mert tanulsz tőle, és egyre inkább olyanná válsz, mint Jézus. A vasárnap délelőttödet adod a Istennek. Mert ott vezeti Isten az ő népét. És hogyha te nem jössz, akkor nem tud téged Isten vezetni az övéin keresztül. Hát, hogyha valaki nem érzi, hogy mindenestől szüksége lenne erre az Istenre, akkor azt fogja csupán érezni, hogy meg akarod változtatni a szokásaimat. És ez olyan ellenhatást válthat ki, ami egy idő után összecsap nálad. De térjünk a második pontra. Ha ismered a te mesteredet, akkor nem fogsz meglepődni, hogyha gyökeresen felfordul körülötted minden. Nem fogsz meglepődni. Látjátok azt, hogy Pál megijed ebben a helyzetben? Nem. Valahogy halálnyugalommal tűri ezt az egészet. De miért? Hát azért, mert tudja, hogy milyen úton jár. Azért, mert ismeri azt, hogy mi történt korábban a mesterrel. És hogyha én a mester nyomdokaiban járok, akkor már előre tudnom kell, hogy ugyanaz megtörténhet velem, mint a mesterre. Aztán, aki a mester nyomdokaiban jár és hallja az ő hangját, azt a mester vezeti. Pálapostolt készíti a Szentlélek.
Készíti őt a Szentlélek arra az útra, amelyre most rálép. Hogyha ismered a mestert, akkor nem fogsz meglepődni azon, hogy adott esetben gyökerestől felfordul minden körülötted. Mert Máté evangélium a 10. fejezetében ezt mondja Jézus, amikor kiküldi a tanítványokat az első nagy missziói útra, ezt mondja. Nem különb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyan legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Aztán János 15-ben ezt mondja Jézus. Emlékezzetek arra az ígére, amelyet én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. Ennek a második fele az, amit szeretnénk, igaz? Ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. Erre vágyunk, hogy hirdessük az igét, és ahogyan Jézushoz jöttek az emberek, és megtértek, és megváltozott az életük, úgy hozzánk is jöjjenek az emberek, megtérjenek és megváltozzon az életük. És Jézus erre bátorít bennünket, ez meg fog történni. Na de a mondatnak van egy első fele is. A mondat úgy hangzik, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Amikor Jézus követőjévé szegődsz, holnap is, meg tegnap is az ő követőjévé szegődtél, meg holnap után is, meg minden nap azt mondod, hogy Uram, a mai napon is a te akaratod legyen az első az én életemben, akkor ezzel is számot kell vetned. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Tudjátok, amikor készülök, és azon gondolkodom, hogy itt beszélni fogok, akkor mindig megjelenik előttem az a gondolat, hogy de most tényleg mondjam azt az én testvéreimnek, hogy üldözni fognak benneteket a hitetekért. Na de hát igazából nem is üldöznek bennünket, nem? Hát nem is üldöznek, hogy miért mondjunk ilyen nagyokat? Hát kedveseim, nem nagyokat akarok mondani, hanem arra akarok rávilágítani, hogy ha Jézus ezt mondta, akkor lehet, hogy most éppen olyan drasztikus üldöztetésben nincs részed, mint annak idején Istvánnak vagy Pálnak. De az nem azt jelenti, hogy ez garantáltan így is fog maradni. Sőt, kicsit hozzuk ezt közelebb a hétköznapjainkhoz. Te magad le tudod mérni azt, hogy kezdesz-e olyanná válni, mint a mestered. Mert hogyha olyanná válsz, mint a mestered, akkor a környezetedben lesznek olyanok, akik örömmel fogadják az igét, és azt mondják, hogy én Krisztus követője akarok lenni. És megjelennek itt a gyülekezetben, és mi pedig dicsérjük az Urat. De ha olyanná válsz, mint Jézus, és egyenesen, szilárdan, tisztán hirdeted Isten üzenetét, akkor biztos lehetsz benne, hogy lesznek olyanok, akiknél ez ellenhatást fog kiváltani. És ennek az ellenhatásnak a mértéke az különböző lehet. Lehet, hogy az enyhe mosolytól kezdve, a lesajnáláson át, odáig, hogy azt mondják, hogy bolond vagy te, vagy azt mondják, hogy bigott vagy, vagy azt mondják, hogy ma már ez így nem működik, de elmehet egészen odáig, hogy azt mondja a főnököt, hogy a mi kulturális megközelítésmódunkkal az, amit te mondasz, nem fér össze. És eljöhet az az idő, amikor ránk mondják majd azt, hogy kizárólagosak, kirekesztők vagyunk, és bennünket kell elkülöníteni a társadalomtól, mert fertőző az, amit képviselünk. Még nem itt járunk, de miért tudott Pál apostol ilyen szilárd lenni akkor is, amikor minden összeborult körülötte? Miért tudott ilyen szilárd lenni? Mert tudta azt, hogy ez az idő eljöhet. Te fel vagy készülve arra, hogy ez az idő eljöhet? Fel vagy készülve arra, hogy a munkádat odaáldozd az Úrért? Fel vagy készülve arra, hogy a családodtól elszakítanak az Úrért? Fel vagy készülve arra, hogy anyagi nehézségek érnek az Úrért? Mert ezek már tényleg valójában megtörténhetnek, és nincs is olyan messze az az idő,
amikor ezt meg is tették emberekkel. Mert az én anyagyülekezetemben volt egy tanítónéni, akihez odaálltak annak idején, 60 évvel ezelőtt, és azt mondták neki, hogy na Éva néni, akkor tud hű lenni a Magyar Szocialista Párthoz, vagy inkább keres magának másik állást. És azt mondta, hogy én tudok hű lenni az én Uramhoz, a názáreti Jézushoz, és fogok keresni magamnak másik állást. És hát biztos a ti köreitekben is vannak hasonló történetek. És ez nem 2000 évvel ezelőtt volt, hanem 50-60 évvel ezelőtt. És semmi nem garantálja, hogy ugyanez nem történik meg a mi időnkben is. De ha valaki, ha te tudod, hogy mit mondott a Mester, akkor nem fogsz meglepődni akkor sem, hogyha minden fenekestől felfordul körülötted. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ezzel vesz számot, amellett, hogyha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. És végül, harmadsorban. Képzeld magad elé ezt a helyzetet, amiről olvastunk. Mennyi idő telhetett el, mire a jeruzsálemi templom hegy egyik sarkában lévő római erődbe elér a hír, hogy lázong Jeruzsálem. Meglátják Pál apostolt, azt mondják, hogy ez már ott volt Tesszalonikában, meg ott volt Béreában, meg ott volt Efezusban, meg ott volt Korintusban, és mindenhol bajt kevert, ennek most itt véget vettünk. Elkezdik őt hurcolni, lincs hangulat alakul ki, és azt olvastuk, hogy elkezdik ütlegelni. Ez valahol a templom térnek a területén történhet, mert azt olvassuk, hogy amikor kivitték őt, akkor azonnal bezárták a kapukat. Most ehhez egy kis kortörténet. A jeruzsálemi templomnak több nagyobb területi egysége volt. A legbelsőbb tér volt az, ahová csak a hithű, tiszta zsidó férfiak léphettek. Aztán volt az asszonyok udvara, és ezen kívül az úgynevezett pogányok udvara. Most ezt a szent részt a pogányok udvarától egy 140 cm magas kőfal kerítette el, és a kőfalnak meghatározott részein táblák jelezték, hogy ha valaki megkísérli a belépést pogány létére a falon belőre, akkor az csak magát okolhatja a halálbüntetésért, ami ezt követi majd. Képzeljétek el, ezek ilyen nagy tiltó táblák voltak, mint amilyenekkel ma is találkoztok. Ha belépsz a falon belőre, akkor magad viseled a következményét a halálbüntetésnek, ami következik. Tehát Pál apostol valószínűleg a templom térnek azon a részén tartózkodott, ahová csak zsidók léphettek be, mert amikor kiviszik őt onnan, akkor bezárják ezeket a kapukat. Nehogy véletlenül még valami folytatódjon ebből a folyamatból, és a templom tényleg megszentségtelenítődjön. Na most, mennyi idő telhetett el, mire Pál apostolt erről a helyről, erről a zártabb helyről kiviszik a kőfalon kívülre, és mindenről hírt kapnak az ott állomásozó római békefenntartók. Volt egy nagy erőd a templomhegynek az egyik sarkában, ahol egy ezred állomásozott. Később majd név szerint találkozunk ezzel az ezredessel, aki a békefenntartóknak a főnöke volt itt. Mennyi idő telhetette? Hány perc? Mondjuk egy 10 perc, max. Azért elég jól működött a besúgó hálózat, meg a békefenntartók ott járőreztek folyamatosan. Mondjuk vegyük, hogy 10 perc. Na most 10 percen keresztül úgy hömpölyök Pál apostol körül a tömeg, hogy azt olvastuk, hogy
szinte vinniük kellett a katonáknak Pált. És csak akkor hagyják abba Pál apostol ütlegelését a tömeg résztvevői, amikor megérkezik az ezredes oda közvetlenül Pálhoz. Mondjuk 10 perc. 10 percen keresztül bírnád állni azt, hogy ütnek, vernek, rúgnak, köpnek, csípnek, harapnak, minden? Hát nem tudjuk, hogy mi a válasz, mert még sose volt részünk ilyenben. De Pál apostol láthatóan nem esik kétségbe. Amikor először szólásra nyitja a száját, akkor azt mondja, hogy szabad valamit mondanom. Nem ordítozik, nem kiabál, nem káromkodik, nem anyáz, hanem azt mondja, hogy szabad valamit mondanom. Honnan ez a döbbenetes nyugalom? Hát onnan, hogy tudta, hogy mi várhat rá, hogyha ő követi a mestert. És abban a pillanatban, hogy szólhat, elkezdi mondani az evangéliumot. Na ez a csodálatos az egészben. És ezt foglaltam össze a 3. pontban így, hogyha tudod, hogy az üzeneted milyen hatást és ellenhatást vált ki, semmi sem tántorít majd el, hogy képviseld azt. Hogyha tudod azt, hogy az üzeneted milyen hatást tud gyakorolni az emberekre, vagy olyan hatást, hogy kiszakítja őket a nyugodt, de biztos halált jelentő környezetükből, az is egy erőteljes hatás. De hogyha azt éled át, hogy a hatás olyan ellenhatást vált ki, hogy egyszer csak rajta csap vissza, akkor is tudod azt, hogy ez jönni fog. Hogy ez mindenképp jönni fog, hogyha te hűen és odaadóan követed a mestert. Akkor viszont, amikor megtörténik, nem fogsz kétségbe esni, hanem mindennél világosabbá válik a számodra, hogy miért vagy ezen a földön. Miért vagy ezen a földön? Miért élsz ezen a földön? Ha ismered a mestert, akkor tudod, hogy erre egy válasz létezik. Azért, hogy megismerd őt, és képviseld őt az emberek felé. Ezért vagyunk itt a földön. Hogy megismerjük őt, örök életet nyerjünk, és miután örök életet nyertünk, ezt mondjuk el mindenkinek. És ha összeszorul a hurok, akkor annál élesebbé válik a küldetés. Ezt látjuk Istvánnál, ezt látjuk Pál apostolnál, ezt látjuk az önmagunk helyzetében is, ha oda kerülünk. Nézzétek, István hogy reagál az őt ért vádakra. Apostolok cselekedetei 6. fejezet. Hallottuk azt is, amikor azt mondta, hogy az a názáreti Jézus lerombolja ezt a helyet, és megváltoztatja azokat a szokásokat, amelyeket Mózes hagyott ránk. Ekkor a nagy tanácsban ülők mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. Nem félelmet tükröz, nem ijegységet tükröz, vagy kétségbeesést, hanem olyan az arca, mint egy angyalé. És képviseli az üzenetet, amit Isten rábízott. Pál apostol Timóteusnak, egy fiatal kollégájának és szolgatársának ezt írja. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Krisztus katonái vagyunk. A katonákat küldetéssel bízzák meg. Most képzeljétek el, hogy milyen groteszk lenne az a helyzet, hogyha a seregben, amikor harci készültség van, akkor a katonák egyre másra mondanák azt, hogy bocs, majd mindjárt jövök, csak ki kell ugranom a boltba. Mindjárt jövök, csak el kell mennem fodrászhoz. Mindjárt jövök, csak el kell mennem még egy kicsit foglalkoznom a barátnőmmel. Hát milyen harcos lenne az, hogy lehetne harcba küldeni valakit úgy, hogyha a saját dolgaival lenne elfoglalva?
márpedig bármilyen groteszkül hangzik is, akkor, amikor keresztényként minden mással foglalkozunk, csak Isten dolgaival nem, akkor pont ezt csináljuk. Ezt szeretném nektek bemutatni egy kicsit. Ezt kérek önként jelentkezőket, úgy, mint Kőszegi Dani, Szabadi Pisti, Karcsi, gyere kérlek, Benyák Zoli, Ruben. Jó, így jó is lesz. Karcsi, állj meg itt, kérlek. Így, jó. Pisti, gyere ide, régen vele szemben. Így. Zoli, gyere ide. Így. Ruben, gyere ide, kérlek. Úgy. Dani jelképez most bennünket. Krisztus jó katonája. És most Dani, kérlek, hogy próbálj meg végigmenni az úri emberek között, akik pedig megpróbálnak majd téged eltántorítani. Tehát amikor hozzátok ér, akkor lökjetek rajta akkorát, amennyire csak a világ megpróbálhat bennünket eltántorítani. Na, hajrá, menj! De neked az a feladatod, hogy elmenj oda. Sikerült elmenni? Oké. Na most akkor gyere ide. És most próbálj meg összpontosítani a feladatra. Mert úgy láttam, hogy ez most nem annyira sikerült. Jó? Tehát a célod az a szék. Látod? A székre le kell ülnöd. Az a cél, hogy leülj a székre. Min fogsz változtatni az előzőekhez képest? Gyorsabban próbálok átmenni? Köszönöm szépen, foglaljátok helyet. Milyen érdekes, nem? Meg kicsit döbbenetes is, hogy azért itt volt lehetőség arra, hogy akár valaki fizikailag megsérüljön. Na most ez a gyerekjáték ahhoz képest, ami valójában történik velünk. Ha tudod, hogy az üzeneted milyen hatást és ellenhatást vált ki, semmi sem tántorít el attól, hogy képviseld azt. Semmi. És mit mondott Dani? Hogyan fog újra próbálkozni, hogyha minden el akarja őt tántorítani? Azt mondja, hogy célra tartok, és gyorsabb leszek. Fókuszálok. Na, hogyha bármikor szembesültél azzal az elmúlt időszakban, vagy a Krisztus követésed során bármikor, hogy nem úgy mentek a dolgok, mint ahogy azt te szeretnéd. Ha bármikor szembesültél azzal, hogy hát úgy érzed, hogy löködnek ide is, oda is, nem igazán megy, akkor gondolkodj el azon, hogy összpontosítasz-e a küldetésre. Tudod-e, hogy mi a célod? Tudod-e, hogy hova tartasz? Mert hogyha így van, akkor sokkal gyorsabb leszel, sokkal céltudatosabb leszel, és ki tudod majd zárni mindazt, ami el akar tántorítani. Mert olyan dologból aztán lesz bőven, ami el akar majd tántorítani. És ugye tudjátok, mert már most, ahogy beszélek, tudod, hogy miről van szó. Lehetnek anyagi típusú kérdések, lehetnek kapcsolati típusú kérdések. Tehát lehet szó pénzről, hogy mit akarsz elérni, lehet szó emberekkel, hogy kiknek emberekről, hogy kiknek akarsz megfelelni. Lehet szó olyan vágyakról, kívánságokról, szokásokról, amiket nem akarsz feladni, de akkor már most mondom neked,
hogy ha ezeket nem akarod feladni, akkor így fognak löködni, mint a biliárd golyót a Krisztus követésednek az útján. De hogyha te összpontosítasz a küldetésre, tudod, mi a célod, tudod, hova tartasz, akkor ki fogod tudni zárni mindazokat, amikre nincsen szükséged ahhoz, hogy Jézus Krisztus jó katonája légy. Ezért tehát kövesd a mestert, légy hatással a környezetedre, és összpontosíts a küldetésre. Amen. Álljatok fel, ezért fogunk imádkozni. Köszönjük neked, Atyánk, a te igédet. Köszönjük, hogy nem vonod meg tőlünk a szavadat. És köszönjük, Úr Jézus, hogy csodálatosan, felfoghatatlanul, de annál biztosabban dolgozol bennünk és közöttünk a te lelked által. Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy ma is velünk, és mi pedig oda szántuk magunkat arra, hogy gyönyörködjünk benned, és változzunk, ahogy szól a te szavad. Urunk, újra és újra ezt kérjük tőled. Segíts olyanná válnunk, mint te magad. Köszönjük, hogyha a te követőid vagyunk, akkor olyanokká fogunk válni, mint a Mester, és mi szeretnénk is olyanná válni. Szeretnénk, Atyánk, olyan hatást gyakorolni a környezetünkre, mint amilyen hatást te gyakoroltál. Szeretnénk látni, hogy az emberek megtérnek hozzád, és hogyha az ellenhatásnak a következményeit kell állnunk, akkor is szeretnénk megmaradni a te követésedben, és szeretnénk összpontosítani a küldetésre, amit ránk bízol. Kérünk, így vigyél tovább bennünket az úton, amelyet számunkra elkészítesz. Amen.